Közel 200 évvel ezelőtt kezdett kialakulni Magyarországon a gyermekrehabilitáció. Akkor olyan intézetek jöttek létre, ahol siketekkel, vakokkal és mozgássérült gyerekekkel foglalkoztak. Ma már ebbe a fogalomba tartozik minden krónikus, a gyerekek életvitelét akadályozó betegség. Jelenleg számos intézményben foglalkoznak gyermekrehabilitációval. Egészségügyi intézményen belül 8 ilyen van az országban, ezeknek egy jelentősebb része a Dunától keletre. Dunától nyugatra egy van mindössze, tehát nagy különbség van a két ország fél között, de ez az észak-kelet-magyarországi régió, beleértve Miskolcot, Nyíregyházát, Debrecent van talán a legjobban ellátva ilyen szempontból. Mintegy 300 működő ágy van jelenleg. Ebből 30 a József András Oktató Kórházban, ahol évente közel 300 fekvőbeteg gyermeket kezelnek a szakemberek. A keleti régió ellátottságának az lehet az egyik oka, hogy az egészségügyi ellátóhelyek mellett sok oktatási rendszer is nyújt ellátást a térségben, beleértve a korai fejlesztést és a különböző pedagógiai hálózatokat. A kuratív tevékenységnek az ideje beszűkült, és ezáltal a rehabilitáció irányába tolódott el sok minden. Ehhez kellettek szakemberek, orvosok is, olyan jellegű középvezető, középkáderek, akik ehhez affinisak is voltak, meg is tanulták meg azokat a továbbképzéseket, magukévá tették, amelyik ezeknek az alapjait megteremtették. Ugyanakkor ez a megye, egy közel 600 ezeres megye volt, igényelte is azt, hogy itt helyben legyen ilyen megoldás, mert addig csak azt lehetett, hogy vagy a fővárosba, vagy legfeljebb Debrecenbe elküldeni ezeket a gyerekeket a szüleikkel együtt, ami nem volt könnyű, különösen akkor, hogyha ezek hátrányos helyzetű társultak. A gyermekrehabilitáció során olyan gyerekekkel foglalkoznak a szakemberek, akiknek krónikus, az életvitelükben korlátozottságot okozó betegségük van. A rehabilitáció lényege, hogy képessé tegyék a gyerekeket arra, hogy a saját életükben a lehető legoptimálisabb helyzetet tudják elérni, mind fizikálisan, mind mentálisan. A különböző foglalkozások és gyógytornák nagymértékben elősegítik a gyerekek integrációját egészséges társaik közé. Ezért a József András Oktató Kórház is rendszeresen fejleszti az eszközparkját. A fejlődésünknek a további lépései azok már azok lesznek, hiszen rengeteg új terápiát és rengeteg új Magyarországon is alig más helyeken alig elérhető terápiákat bevezettünk az osztályon, amit még nagyon szeretnénk, és ami a jövő tervei közé tartozik, az a modern technológiáknak a bevezetése, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a nyugati államokban is lassan most már itt a keleti területek is felcsatlakoznak hozzájuk. A robotok használata és a különböző multimédiás eszközöknek a használata a terápiák során az mindennapossá vált. Így, hogy a következő nagy projektünk, amit szeretnénk megvalósítani az, hogy az ország keleti régiójában is elérhető legyen a robotasszisztált technológia. Hiszen az elmúlt 20 évben bebizonyosodott, hogy a gyermekrehabilitációra szükség van megyénkben is. A speciális kezelések és terápiák bevezetésével pedig egyre hatékonyabbá válik az osztály.